Sziasztok és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Feltételezem, gondolkoztál már azon, hogy ha Isten mindenható és jóságos, akkor miért nem pusztítja el a gonoszt? Máshogy fogalmazva, miért engedi meg azt, hogy a gonosz létezzen? Mindenek előtt tisztázni kell, hogy mit jelent a gonosz. Laikusként azt mondanád, hogy a jó ellentéte. Ez így is van. És mi az, hogy jó? Ha megkérdezel egy papot, vagy bárkit, aki az egyházon belül tevékenykedik, azt fogja neked mondani, hogy a jó az nem más, mint maga Isten. Ez csak féligasság. Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt. Én, az Úr cselekszem mindezt. A kereszténység megszületése előtt volt egy héber Isten, akit úgy hívtak Jahve. Jahve technikailag semleges, tehát ő egyszerre jó és gonosz. A probléma csak annyi, hogy ő az, akiből megalkották a keresztény Istent. A keresztény vallásban felfoghatatlannak tetszik, hogy a jóságos Istent egy időben gonosznak is nevezzék. Tehát eltekintve attól, hogy Isten folyamatosan elismeri, hogy ő felel mindenért, csináltak egy kiskaput, egy amolyan bűnbakot. Ezt a bűnbakot szerzőtől függően rengeteg névvel illették. De csak hogy néhányat említsek: Lucifer, Samael, Belial, Azazel, Beelzebub, Éon, Diablo, Diabolos, és még sorolhatnám. A sátán önálló entitássá fejlődése az egy rendkívül hosszú és legalább annyira bonyodalmas folyamat végterméke. Nem szabad azt gondolni, hogy a sátán az egy keresztény kuriózum. Először is kellett egy ötlet. Melyik vallásban található egy olyan nagy gonosz, akinek a mintájára csinálhatnak egy sajátot? A perzsák vallásában. A perzsa mitológiában van egy lény, akinek a neve Angra Manju. Találkozhattál már vele úgy is, mint Ahriman. Angra Manjuról jelenleg annyit kell tudni, hogy ő a démonok démona. Az a lény, akinek az egyetlen célja, hogy elpusztítson mindent, amit jónak nevezünk. Adott két nagyon fontos mű, az Ó és az Új Testamentum. Az Ószövetségben az ördög, az, ahogy manapság elképzeled, még nem létezik. Azonban létezik egy angyal. Ezt az angyalt nevezhetjük Isten akaratának, vagy Isten kezének is. Engem a világosság géniuszának, fényhozónak neveznek. Csodálatos dolog fényt árasztani, oszlatni a körülöttünk lévő homályt. De neveztek a sötétség fejedelmének is. Csak kicsinyes szolgalelkek láthatnak ebben ellentmondást. Fény és árnyék függvényei, kiegészítői egymásnak. Kölcsönösen áthatva alkotnak dinamikus egészet. Vagyis azt mondhatnánk, hogy a fény az árnyék hiánya, az árnyék pedig a fényé. Tehát eddig tudjuk azt, hogy van egy Isten, akit kizárólagosan jóságosnak kell tekinteni. Következésképpen az ő úgynevezett gonosz részét külön kell választani. Tanulmányozták a perzsa mitológiában szereplő Angra Manjut, és az ő mintájára elkezdtek megformálni egy alakot. A nagy gonosz egyik első gonosz tette az volt, hogy elcsábított minket. Ugye Ádám és Éva történetét mindenki ismeri. Volt ott egy kígyó, ami addig-addig mesterkedett, amíg az ember megette a tiltott gyümölcsöt. A kígyó, mint szimbólum, majdnem minden létező kultúrában negatív. A vele kapcsolatban elfogadott általános álláspont az, hogy a káosz jelképe. Tehát ez a saját farkába harapó kígyó maga a káosz. Miután Lucifer, vagy Azazel, vagy éppen ahogy nevezik, elcsábította az embert, csak úgy, mint Angra Manjunál, a nagy gonosz önállóvá válik. Volt egy töréspont. Ez a töréspont egy lázadás. Ezt a lázadást kétféleképpen lehet elmondani. Az első változatban az volt, hogy Isten megfogta Jézust, és őt saját magával egyenlőnek nyilvánította. Ez a kijelentés egyes angyaloknak nem tetszett. De ami minket foglalkoztat, az a második verzió. Amikor az emberek nemzedékei megsokasodtak, azokban az időkben az embereknek szépséges és bűbájos leányaik születtek. Az angyalok, az égfiai pedig látták és megkívánták őket, és azt mondták egymásnak: menjünk és az emberek leányai közül válasszunk ki magunknak asszonyokat, és hozzunk a világra velük gyermekeket. Azazel pedig, aki valamennyiüknek feje volt, így szólt: félek, nem szabad kedveteket találni abban, hogy ilyesmit tesztek, s végül nekem magamnak kellene nagy bűnért megfizetnem. Azok pedig azt válaszolták: mi mindnyájan megesküszünk, és egymást átok terhe alatt kötelezzük, hogy ezt a szándékunkat nem adjuk fel, hanem igenis megvalósítjuk.
és mindnyájan megesküdtek, és egymással átok terhe alatt szövetkeztek. Valamennyiüknek feje pedig Azazel volt, a vezetők pedig Aratak, Kimbra, Iomel, Satiel, Atrel, Tamiel, Turiel és mások. Ezek és a többiek velük együtt mind asszonyokat vettek maguknak, és mindegyik választotta maga számára, és meglátogatták őket, és egyesültek velük. Megtanították őket a varázsszerekre és a varázsszavakra, és megmutatták, miképpen kell növényeket és gyökereket szedni. Az asszonyok pedig teherbe estek, és hatalmas óriásokat szültek, akiknek a magassága a 3000 rőföt is meghaladta. És ezek az emberek minden vagyonát felfalták, amíg már senki sem tudott mit enni. Ekkor az óriások megharagudtak reájuk, és elkezdték az embereket enni. És elkezdtek vétkezni a madarakkal, és az állatokkal, és a csúszómászókkal, és a halakkal, és felfalták egymás húsát, egymás vérét pedig megitták. A föld pedig e törvénytelenség láttán jajveszékelni kezdett. Azazel pedig megtanította az embereket kardot és kést, pajzsot és vértet készíteni, és megmutatta nekik az érceket és az ércből való munkát, és a karkötőt és ékszert, és a mesterséget, hogyan kell a szemeket festeni. A ritkábbnál ritkább, és drágábbnál drágább köveket és festékeket, és cserére alkalmas dolgokat. A földön pedig nagy és szörnyű istentelenség terjedt el, és az emberek útjaikon, mint az eszeveszettek tévelyektek. Az emberek pedig egyre pusztultak és kiáltoztak, és hangjuk az égig hatolt. Na most, Isten az emberek jajgatását meghallotta, és megoldás gyanánt küldött egy özönvizet. Az angyalok lázadása volt az, aminek következtében a sátánt és a démonokat véglegesen elválasztották Istentől. Elkezdődik az új testamentum. Az új szövetségben ketté válik menny és pokol, ketté válik a krisztusi szeretet és a sátáni gyűlölet. Példának okáért. Volt egyszer egy úriember, akit úgy hívtak Dávid. Dávid így létezett, mint egy ember, aztán egyszer csak kapott egy parancsot Istentől. Újra fellángolt az Úr haragja Izrael ellen, úgyhogy ismét felingerelt ellenük Dávidot, és azt mondta neki: menj, s vedd számba Izraelt és Júdát. Akkor az Úr pestist küldött Izraelre, reggeltől a megszabott időre. A csapás lesújtott a népre, és 70 000 meghaltak a népből Dántól egészen Bersebáig. Amikor azonban az angyal Jeruzsálem felé is kinyújtotta a kezét, hogy elpusztítsa, az Úr megbánta ezt a csapást, és megparancsolta az angyalnak, aki lesújtott a népre: most aztán elég, húzd vissza a kezed. Na, mi ebben a lényeges? Első ránézésre semmi. Elmondom ugyanezt a történetet még egyszer. A sátán Izrael ellen fordult, és rászette Dávidot, hogy számlálja meg Izraelt. Dávid így szólt Joábhoz és a nép főembereihez: menjetek és vegyétek számba Izraelt Bersebától Dánig. Az Úr tehát pest is küldött Izraelre, és 70 000 ember halt meg Izraelből. Az Úr elküldte angyalát Jeruzsálembe is, hogy pusztítson. De amikor megkezdte a pusztítást, az Úr letekintett, megbánta a csapást, és rászólt a pusztító angyalra: elég, vondd vissza a kezed. Miért van az, hogy Isten, habár mindenható és jóságos, nem pusztítja el a sátánt? Miért engedte meg azt, hogy Lucifer elcsábítson minket? Első szüleink a sátán ravassága és kísértése által megcsaladtak és vétkeztek, mivel ettek a tiltott gyümölcsből. Isten bölcs és szent tanács végzése szerint megengedte, hogy vétkezzenek, mert az volt a célja, hogy ezáltal önmagát dicsőítse meg. Ha ez igaz volna, akkor már azt is mondhatnánk: vétkezzünk csak nyugodtan, úgyis jó származik belőle. És valóban vannak, akik hamisan azzal vádolnak engem, hogy ezt tanítom. De akik ilyesmit mondanak, hazudnak. Az ilyen rágalmazók megérdemlik, hogy Isten elítélje őket. Tehát, az egyház elgondolása szerint Isten azért hozta létre a gonoszt, hogy általa minket bűnössé tegyen, következésképpen ítélkezzen felettünk, következésképpen bebizonyítsa, hogy igazságos. Ez mind szép és jó, de ha figyelmen kívül hagyjuk a személyes véleményeket, és a Bibliát racionálisan vesszük figyelembe, akkor Isten azért nem pusztítja el a gonoszt, mert annak következtében elpusztítaná saját magát is. Az Új Testamentum nem csak, hogy kettévágta a jót és a gonoszt, de nagyon sokat dolgoztak benne azon, hogy a hatalmi egyensúlyt megteremtsék. Ugyanis eredetileg az volt, hogy Lucifer, mint Isten egyik angyala, mint Isten keze, parancsokat teljesített.
A sátán megszületésével kitalálták, hogy Lucifer konkrétan Isten ellensége. Maga a sátán szó azt jelenti, hogy ellenség. Az egyetlen probléma ezzel csak annyi, hogy ha van egy entitás, ami képes Istennel küzdeni, akkor két Isten van. A kereszténységet, mint a dualista vallást soha nem preferálták, tehát jött a megoldás. Lucifer hatalom szempontjából valójában Isten alatt van, és Isten bármikor elpusztíthatná, de nem teszi. Itt járunk manapság. A gonosz egyik legfőbb jellemzője a rendezetlenség. Azonban a keresztény vallásban tevékenykedő gonosz működését nagyon szépen kategorizálhatjuk. Mégpedig három különböző csoportba. Az első csoport az úgynevezett természetes gonosz. Ebbe a kategóriába tartozik minden vulkánkitörés, cunami, tornádó, járvány és egyebek. Mint ahogyan Dávid történetéből is kiderül, ezeket Istennek köszönhetjük. A második csoport az úgynevezett morális gonosz. Ide tartozik minden spirituális, lelki és morális probléma, a sóvárgás, a különböző vágyak, az elfajzott gondolatok, az agresszió, mi egymás. Nagyon lényeges két dolog. Az egyik az, hogy ez a morális gonosz annyira erős, hogy minden egyes emberben jelen van. A másik az, hogy a Biblia egyértelműen kijelenti, jó ember nem létezik. A harmadik csoport a szupernaturális gonosz. A természet feletti gonoszt úgy kell elképzelni, hogy azok a külső hatalmak, amik téged rákényszerítenek valamire. Ezek a természet feletti gonoszok azt csinálják, hogy mondjuk kiszemelnek téged, uralmuk alá hajtják a tested, és a te testedet használják fel arra, hogy elkövessék a bűnöket. Erre kiváló példa a vámpír. A démonok egyik sajátossága, hogy képesek uralni egy hullát, tehát képesek feléleszteni. Egészen addig, amíg nem zavarja őket senki. Ha már a démonokról beszélünk, nem igaz, amit egyesek mondanak, hogy egy ember csak egy démon üldöz, mert minden egyes embert több démon is üldöz. Ahogy a tengerbe ugró ember teljesen körülveszi a víz, felül is, alul is, a démonok is ugyanígy kavarognak az ember körül mindenfelől. Sőt, olykor olyan sűrűn vesznek körül a démonok egy embert, mint egy vastag boltozat, amelyen még szelelőnyílás sincs. Láttam az engem és minden más embert körülvevő démonok parányi testét, amelyek olyan sűrűn lebegnek a levegőben, mint a porszemek a napfényben. A szöveg alapján felmerül még egy kérdés. Hol van a sátán és a démonok lakóhelye? Kérlek szépen, a levegőben. Mit jelent ez? A föld fölött. Ezt mindenki úgy értelmezi, ahogy szeretné. A középkorban nagyon sok dolgot kellett pontosítani. Tehát mind a sátán, mind pedig a démonok elmozdulnak a pokolba. A gonosszal szembeni küzdelem első állomása az volt, amikor Isten leküldte hozzánk a fiát, aki meghalt a bűneinkért. Azonban, ha bár Jézus feláldozta magát, a gonosz nem tűnt el. Tehát az emberek kitalálták, hogy majd ők győzedelmeskednek fölötte. A sátánnal és a démonokkal szembeni küzdelem második állomása minden más vallás tönkretétele. Itt nem csak arra gondolok, hogy a nem keresztény embereket akár erőszakkal is megpróbálták áttéríteni, hanem arra, hogy minden épületet, szobrot, festményt, szimbólumot, bármit, ami nem keresztény, igyekeztek elpusztítani. Amit a pogányok áldoznak, azt nem Istennek, hanem az ördögöknek áldozzák. Igazán nem óhajtom, hogy közösségre lépjetek az ördögökkel. A római birodalomban nagyon elterjedt szórakozásnak számított az, hogy adott keresztény embereket a gladiátorjátékok során kivégeztek. Az indok az volt, hogy a keresztények barbárok. Tehát amikor a kereszténység elkezdett világvallássá fejlődni, megmutatták a rómaiaknak, hogy mindvégig tévedtek, és ők igenis jó emberek. Valahányszor Márton templomba ment, úgy üvöltöttek és reszkedtek ott a démonoktól megszállott emberek, mint a bűnösök a bíró megérkeztekor. Amikor Márton kiűzte belőlük a démonokat, a nyomorult démonok különbözőképpen beszélték el, milyen kényszernek voltak alávetve. Egyikük azt vallotta, hogy ő Jupiter, a másikuk azt, hogy ő Merkúriusz. A középkor előre haladtával megtörténik két dolog. Az egyik az, hogy mivel a sátán az gonosz, nem lehet többé angyal. Időszámítás után 700 és durván 850 között megszületik a sátán kép, vagyis az a lény, amit manapság sátánnak nevezünk. Egy ilyen mesztelen, fekete, emberszerű valami.
A másik dolog, hogy mivel a sátán elleni küzdelem meglehetősen nehéz volt, kellett egy amolyan szakértő csoport. Ezek a szakértők lesznek azok, akik durván 4,5 millió embert mágiára küldenek, pusztán azért, mert úgy gondolták, hogy szövetkeztek a sátánnal. Ha esetleg azon gondolkoznál, hogy te is a sátán szövetségese kívánsz lenni, a következőt kell tenni. Úr és Mester Lucifer, Istenemnek és felettesemnek ismerlek el téged. Megígérem, hogy téged szolgállak, és neked engedelmeskedem, amíg élek. Lemondok egy másik Istenről, Jézus Krisztusról is, az apostoli római egyház minden szentjéről, szakramentumaikról és imáikról, amelyek segítségével a hívők értem felléphettek. Továbbá ígérem neked, hogy gonosz cselekszem, amennyit csak lehet. Lemondok a szent olajozásról és a keresztelésről, valamint Jézus Krisztus és a szentek minden érdeméről. Ha hiányosan teljesíteném szolgálatodat, az érted való imádságot és hódolatom tanúságtételét naponta 3-szor, akkor életemet neked adom, mint ami a tied. Ez volt az állásinterjú. Ha sikeresen megkaptad a munkát, akkor kapsz egy választ. Mi, a mindenható Lucifer, a mai napon Sátán, Belzebub, Leviatán és mások egyetértésével elfogadtuk a szövetséget, amelyet Urban Grandé kötött velünk, amiért mi neki ellenállhatatlanságot a nőknél, a szüzek virágát, az apácák tisztességét, minden elképzelhető méltóságot, kitüntetést, szórakozást és gazdagságot ígérünk. Ő 3 napig paráználkodni fog, nem hagyja ki a részegséget. Minden évben egyszer kifejezi nekünk alázatát a saját vérével megpecsételve. Az egyház szakramentumait lábbal tiporja és hozzánk imádkozik. A szerződés érvényessége 20 év. Minden földi öröm élvezetét jelenti, és aztán bejut a birodalmunkba, hogy velünk közösen kárhoztassa Istent. Az előbbi szövegből kitűnik egy mondat. Most akkor a sátán az Lucifer, vagy valaki egészen más? Ez eredetileg titulus volt, tehát ha te kitaláltad, hogy bölcsebb vagy, mint Isten, akkor te lettél sátán, vagyis az ellenség. Használták még úgy is, mint tulajdonnevet. Magyarán egy időben több sátán is létezhetett. Sőt, még azt sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy mi a különbség az ördög, illetve a sátán között. Volt idő, amikor a két nevet felcserélték. Volt idő, amikor a két nevet teljesen elfelejtették. Manapság a sátán és az ördög egymás szinonimái. A lényeges különbség 2 szemponttól függ. Az egyik az, hogy adott ember miben hisz. A másik az, hogy adott ember melyik korszakban született. A nagy gonosz legyőzése feltehetőleg soha nem fog megtörténni, és aki vele szövetkezik, az a halála után nem kerülhet be a mennyországba. Szóval, ez lett volna a sátán története, tömören. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!